Jó estét kívánok! A hukle, a taxidermia, a Final Cut, a szabadesés vagy a toldi, ezekről a megvalósult vagy meg nem valósult filmekről mindenkinek a ma esti vendégem jut az eszébe, aki most színdarabot rendezett egy skandináv film alapján, az a címe, hogy Engedj be. Ez a történet egy kisfiú és egy vámpír kislány szerelméről szól, legalábbis a felszínen, mert ennél azért sokkal több kérdést vett föl. Páfi György a vendégem, szia! Örülök, jó hogy estet, eljöttél. Szia. Szóval, hogy ez egy kényszer, hogy az ember egyszer csak színpadon rendez. És azért is kérdezem, mert a ti generációtokra ugye ez van ez a legendás Simó osztály. Jellemző, hogy amikor nem tudom, éppen nincsen film, akkor jön a színpad, de te most először kezdtél el színpadon rendezni. Igen, az régen rossz lenne, hogyha ez kényszer lenne. Akkor miért vártál vele ilyen sokáig? Mert azt gondoltam, hogy én nem ismerem a színháznak a nyelvét annyira jól, mint a filmét. És eddig mindig volt valami film, amit tudtam csinálni. Mindig jött valami olyan, ami akár egy reklám, vagy egy rövid film, vagy egy klip, vagy egy lehetőség arra, hogy megírjak egy forgatókönyvet, ami mindig a filmmel foglalkozott, de én attól még mindig kikacsintottam a színházra. Szerettem volna, vágytam rá, csak amikor az ember már nagyon sokáig nem kezd bele, akkor sokkal nehezebb belekezdeni, mi legyen az első, hogy induljunk el. És miért ez az első, akkor tessék, mert ez egy végül is abból a szempontból logikus, hogy ugye van filmes alapja, van egy skandináv film, az a cím, hogy Engedj be, és annak van egy amerikai remake-je, annak is hiszem az a címe, hogy Engedj be, szóval, hogy a dolog létezik a filmes szénában. Igen. Hát ez is vonzó volt, hogy ez még úgy nem rögtön egy kőszínházi lépéshez, hanem valami filmből kell színházat csinálni. És igazából nem kőszínházban, hanem ez egy ilyen helyspecifikus előadás, tehát igazából egy nagyon filmes helyszínen, egy vasbeton szerkezetre bontott épületben adjuk el. Ezek mind könnyebbek voltak, hogy így könnyebb hozzányúlni, könnyebb elindulni, könnyebb a filmes eszközökhöz, ahogy én is megfogalmazom, a színház. Ugyanúgy már egy elkészült filmből színházat készíteni, azt gondoltam, hogy ez könnyebb így tanulmányozni. De figyelj, azért az tény, most attól eltekintve, hogy esztetikailag nyilván mind a kettő létrehozhat bravúrokat, de a filmen sokkal több a lehetőség, mint a színházban, ami nagyon jelen idejű, ahol nincs lehetőség sokszor olyan váltásokra, mert egy filmben simán van lehetőség. Szóval te érezted ennek a hiányát? Nem, ez engem pont inspirál. Tehát azt gondolom, hogy a színház is ugyanúgy meg tudja teremteni az eszközeivel a hatást, és jó esetben a nézői katarzist, vagy legalábbis át tud adni egy sűrített történetet másfél-két órában. Tehát az eszközei mások, de szerintem a hatása hasonló, vagy akár az élősége miatt, hogy ott történik meg a néző szem előtt egy ilyen soha vissza nem térő, elmulandó érzés is van, ami még jobban megemli a téteket. Egy én nem gondolom, igen. Más a kifejezés forma, más lehet megtenni, más hogyan kell hozzányúlni, de a hatások az, hogy tőlem például megkérdezték ebbe a darab, hogy hol van, honnan szívja a vért ez a vámpírlány. Mert ugye ugyanúgy, mint egy filmben ki van találva, hogy hol van az a vérkapszula, mikor veszi be a színésznő a szájába, és mire megjelenik a nézők előtt, addigra pedig ott volt a színpadon, varázslat történik, és egyszer csak megjelenik a vér. Tehát igen, ez izgatott benne, hogy oldjuk meg azokat a részleteket, amelyek színpadon nehezen megoldhatók, filmen meg sokkal egyszerűbben. De filmben is ilyen van, rengeteg mindent ki kell találni, hogy oldható az meg, hogy a néző elhiggye, de ugye például ha a filmbeli verekedés, ott nem sérülnek meg az emberek igazából, mégis amikor a néző megnézi, vágással, beállításokkal, hangeffektekkel olyan lesz, hogyha jól csinálja, mint hogyha... Na várj, erre a verekedésre majd vissza akarok térni még, mert ez azért érdekes volt, de szeretném megmutatni a nézőknek először azt a trélert, amit szerintem ritkán látnak színdarabok esetében, jó, egyre többször talán, hogy ez az eszköz most már alakul. Igen. Azért a színpadon létrejövő, tehát közszínházakban létrejövő előadásokhoz nagyon ritkán csinálnak ilyen típusú trélert, mint amit te csináltál, vagy ti csináltatok az Engedj be című előadáshoz, és ezt most szeretném megmutatni a nézőknek. Oscar!
És most meg akarsz ölni? Ha meg akartalak volna, már rég megöltelek volna. Mi vagy te? Eli vagyok. Beengedsz? Na hát azért ez abszolút film. Filmes gondolkodás, filmes eszközök, szóval azért ez állati ritka, hogy a Kőszínház az ennyire profi filmes promóció készül. Muszáj most már, mert az ember a Facebookon, meg a különböző internetes újságokat böngészi, akkor vizuális anyaggal kell, hogy találkozzon. Egyébként ez egy cél volt, és nekem ahhoz képest ehhez az ajánlóhoz kevés közöm van. Ezt a Rónai Domonkos készítette, akivel én még tavaly megcsináltam ezeket a VR 360 fokos filmeket együtt, és most megint nagyon amiket jó volt az 1956-os emlékévre készítettetek, igen. És amiket aztán nem lehetett külföldön vetíteni, ha jól tudom, ugye? Igen. Igen, ez az a kör. Na, de hogy most vissza egy kicsit ez a színdarabhoz, ugye itt nagyon sok rétege van mondjuk ugyanek a színdarabnak. A felszínen egy szerelmi történet, két gyerek, az egyikről kiderül, hogy nem ember, a másik egy ember, aki egy nagyon sérült családból származik, egy függő anyától. De közben van egy szál, ami a gyerekek közötti, hát bullying, ugye ezt most már használjuk ezt a szót, de mit is, de szóval ilyen gyerekek közötti zaklatásról szól, tehát hogyan hetszelik egymást, hogyan bántják egymást, hogyan megy ez az egész a brutalitásig, és közben van egy fejlődés a főszereplőnek, hogy ő maga hogyan válik egyre radikálisabbá, vagy hogyan szokja meg ezt a kegyetlenséget maga körül, és hogy válik maga is kegyetlenni. Ez nagyon sok rész, és téged melyik fogott meg benne? Nyilván van egy jó sztori, de azért annál több, mert akarni kell róla mondani valamit, és itt nagyon hangsúlyos a gyerekek között izrikálás. A legfontosabb a teljes történet, én mindig az Elit kerestem, hogy az kicsoda. Tehát, hogy az engem nem érdekelt volna, hogyha az Eli az csak egy vámpírlány. Ezért nekünk elsősorban az Elit kellett megfogalmaznunk, hogy ő kicsoda. Mert az Oscar az érthető, tényleg zaklatják az iskolában, már annyira zaklatják, hogy igazából már hagyja is. Tehát nem tud ellene tenni, ha jönnek a zaklatói, akkor megadja magát, és csak azt várja, hogy ennél minél gyorsabban legyen vége. Van egy családi háttere, amit megrajzolunk, ami egy széthullott család. Egy mama, aki nem tud a gyerekére figyelni, inkább magára figyel, a papa, aki aztán teljesen távol van, néha Skype-on jelentkezik, de igazából nem szeretné, ha az Oscar hozzá menne lakni, a mama se szeretné, tehát a gyereknek igazából nincs hova mennie, az osztálytársai megérzik ezt a gyengeséget, és mint vadállatok a vérszagra azonnal nekiesnek. Ezt nem tudja elmondani a tanárának, aki megpróbál nagyon nyitott lenni, de hát rengeteg diákja van, nem veszi észre. Az idegenek is észreveszik, hogy valami probléma van, de nem az ő dolguk, nem foglalkoznak vele. És ez az egész darab nagyon, egyébként nagyon szórakoztatóan bemutatja, hogy ez az Oscar hogyan marad egyedül, és hogy kerül kapcsolatban ezzel az egyetlen kislánnyal, aki meghallgatja őt és figyeli. Hogy a magányból hogyan lesz valami egészen aberrált kapcsolat? Vagy mi érdekel benne? A kapcsolat az nem aberrált, ez egy gyönyörű szerelmi történet. Engem az érdekelt, hogy hogyan fejlődik ki ez a gyönyörű szerelmi történet, hogyan kezd el működni a néző, hogyan kezd el drukkolni valaminek, hogy az Oscar végre társat találjon és kapcsolatra, és hogyan döbben rá, hogy ez aztán a legrosszabb, ami történhet ezzel a gyerekkel, és azt remélem, hogy amikor elmegy a néző a színházba, akkor azon kezd el gondolkodni, hogy ki is lehet ez az Eli, egyáltalán létezik-e ez az Eli, vagy nem létezik. Ezt a kérdést nagyon fölteszi az előadás. Remélem, hogy fölteszi, és hogyha ez a kérdés már megvan, akkor tovább lép-e a néző azon, hogy ki is lehet ez, és hogy én találkoztam már Elivel. Vagy mert nem. A vámpír legendák azok mindig arról szólnak, hogy a Nosferatu, Dracula legendák, hogy a gonosz, a vérszívó, a vámpír, az mindig olyan alakban jelenik meg, amilyenben az ember kívánja, hogy megjelenjen. Olyan alakban jelenik meg, akire azt mondja az ember, hogy gyere be. Mert a vámpír legenda szerint csak akkor jön be a vámpír az ember életébe, hogyha az ember beengedi.
ha azt mondja, hogy gyere be, el kell intéznie a vámpírnak, hogy ez megtörténjen. Igen, ez az engedj be, ugye ez a címe dolognak. Az nagyon, nagyon spoiler, hogyha megkérdezem, hogy de neked mi a válaszod rá, hogy létezik Eli, vagy nem? Ja, nem spoiler, szerintem az előadás elég szórakoztató, hogy így is lehessen nézni, úgyhogy mint a sporthíreknél itt fogja be a fülét, aki nem szeretne spoilerezni, nekem az Eli a függőséget jelenti. Aha. A bármilyen függőséget, azt a dolgot, amikor az ember olyat tesz meg, amit igazából tudja, hogy nem szabadna, nem kéne, mértéket kéne benne tartani, és érzi, hogy elragadja a szenvedély, elragadja egy ilyen titokzatos szerelem, és bár tudja, hogy nem kéne megtenni, mégis a rabjává válik. A leginkább ez a kábítószer függéshez hasonló, de a szerencsejáték függ, a szexfüggés, minden olyan, amitől az ember meg akarna szabadulni, de valahogy egy ilyen vonzó taszítás és vonzás harcában. Vagy mindaz a vágy, amit megtenne, de tudja, hogy nem teheti meg, mert ez nincs benne abban a keretrendszerben, ami ki van jelölve nekünk, mint szabad cselekvés. De oké. És ettől az Eli nagyon vonzó. De te mitől vagy függő? Hát ez jó kérdés. Én sok mindentől, azt gondolom, csak a... Azt nem mondd, a titkos vagy. Ja, ugye? Tehát ahhoz, hogy az Eliről igazán lehessen beszélni, az egy valószínűleg az nem egy közéleti műsornak a terepe. Én próbálok úrrá lenni ezeken az Eliken. Tehát, hogyha valamit gyorsan válaszolnom kéne, én például az Elit 2 éve leküzdöttem azzal, hogy leraktam a cigarettát. 20 évig mindig mondta, hogy gyere, szívj el, és egyszer csak pont egy ilyen függőségi küzdelem volt, és azt mondtam, hogy most már ő szív engem, és nem én őt, tehát erősnek kell lenni, és meg kell tudni ezt akadályozni. Mi volt 2 éve, hogy így zárni. Döntöttél? Mindig akkor dönt az ember ilyen nagy dolgokról, ha valami történik. Hát persze, ez valami nagyon fontoshoz kellett kötni, én ahhoz kötöttem, hogy megszületett a lányom. És az egy olyan erős fogadalom, hogy ez vissza tudja tartani ezt a rémisztő vámpírlényt, aki rám akar ugrani. Ez érdekes, Daher Gábor nem olyan régen mondta itt, hogy a dohányzás ellen annyi kampányt csináltak, de éppen Skandináviában volt egy nagyon jó, hogy megszületik a gyereked, és azt mondja, hogy büdös vagy. És ez ettől sokkal többen szoktak le a cigarettáról. De mondták a gyerekek, és én akkor se szoktam le. Aztán most itt ez azt gondolom, hogy tovább kell lépni. Ezt a harcot csak az ember saját maga tudja meglépni. Ez nekem kellett, hogy egy elhatározás legyen. Jó, ez egy felszíni Eli. De menjünk már egyel tovább. Igen. Eli például, azon gondolkodtam, hogy amikor ez a Toldi film kérdés volt, hogy megcsináltad-e vagy nem, akkor sokan mondták azt, hogy talán a Gyuri hamar ment a nyilvánossághoz, talán olyan hangot ütött meg, ami el is lehetetlenítette a közös munkát a film a nappal utána. Tehát, hogy a saját esélyeidet ástad alá gyakorlatilag azzal, hogy markánsan kiálltál, és nagyon erős véleményt mondtál, megalkuvást és kompromisszumot nem tűrően. Az is egy ilyen Eli lehet, ha akarom. Tehát olyasmit tettél, amit nem biztos, hogy utólag végig gondolva, vagy akkor józanabbul, vagy távolságtartóban végig gondolva megteszel. Az a baj, hogy biztos, hogy megtenném, mert akkor már minden veszve volt. Főleg így utólag látva, jó érzékkel az már csak egy egyetlen utolsó esély a nyilvánosság volt, hogy abból a Toldiból legyen valami. Ugye a Toldi film úgy volt, hogy te rendezed, aztán egyszer csak elakadt ez a folyamat, mert egy bizonyos összeget már nem kaptál meg rá, és hát tulajdonképp az üzenet érkezett feléd a film alaptól, hogy nem is lenne szerencsés, ha te rendeznéd, mert nem vagy járatos, ha jól emlékszem, az akció jelenetekben. Hát ez duma volt csak, ez indok, igen. És akkor végül is ebből harag lett, és nem is rendezted meg, azóta sincs Toldi film. Ez harag volt, és sértődöttség, és nem az én részemről, nem nálam volt a finanszírozás lehetősége. Én azt gondoltam, hogy én alkotóként leraktam az asztalra néhány filmet, leraktam egy olyan forgatókönyvet, ami a filmalapnak tetszik. A filmalap, hogyha finanszírozza, akkor van köztünk egy szerződés, hogy én előállítom a filmet, ők finanszírozzák, és ketten örülünk neki minden néző és minden magyar büszkeségére. Ehelyett egy ilyen kis stílű veszekedés, bizalmatlanság kerekedett az egészből, ami egyáltalán nem tett jót
a hangulatnak. És a nyilvánossághoz én már akkor fordultam, amikor ez már... Amikor tudtad, hogy nem lesz film. Nem, az volt az egyetlen lehetőség, hogy esetleg a nyilvánosság ereje mégiscsak a film alapot a támogatásra szorítja. De nem így lett. Hát nem így lett, megmutatták, hogy ők megtehetnek mindent. És azóta te találkoztál mondjuk Andy Vajnával? Hát utána még próbáltuk ezt helyre rakni, igen, de rögtön az első pillanatban kiderült, hogy egyikünk se adja a láb, úgyhogy ebből nem lesz semmi. De ezt úgy könyveled el, mint egy szakmai konfliktust, vagy személyessé vált? Szerintem személyessé vált. Tehát, hogy a szakmai lenne, akkor ezt lehetne kezelni. Tehát akkor van egy producer, filmfinanszírozó, és van egy rendező, és akkor nem keverednének össze a szerepek. Ez egy Andy Vajnának egy személyes értettsége volt, amit aztán különböző szakmai érvekkel próbált alátámasztani. És te most meg vagy sértődve, amikor erről beszélsz, mert más az arcod? Azért más az arcom, mert erről a filmről többet mesélek, mint az összes elkészültről. Tehát, és azt gondolom, hogy a Andy Vajnának van egy ilyen weird, egy ilyen nagyon furcsa celebritása, aminek a reflektorfényébe én így oldalról, szélről így belekerülök. Ez a téma szerintem azért érdekes, de engem ez a reflektorfény úgy éget, mint a vámpírt a napfény, hogy így nagyon kellemetlen. Tehát a legszívesebben én már a Toldit megcsinálnám, beszélnék róla szívesen, de egy el nem készült filmről, furcsa politikai celebritások árnyékába vagy reflektorfényébe nem túl jó beszélni. Uh-huh. Tehát anélkül, hogy igazából így nem is tudom, hogy miért védem, és nem mondom el az eredeti konfliktust, amiből ez az egész származott. Ez egy tök személyes konfliktus volt? Ugye az ember ilyenkor gondolkodik, hogy egyszer elmondja, és akkor lerakja a terhet. A Toldi finanszírozásáról beszélgettünk a Nobu étteremben, az összes producer, a filmalapnak a prominensebb döntéshozói voltak egy asztalnál, és akkoriban még úgy volt a törvény, hogy egy filmnek csak a 90%-át finanszírozhatja a filmalap, és meg kell szerezni a 10%-ot. Na most egy ekkora összegű filmnél ez a 10%, ez egy hihetetlenül nehéz összegyűjteni ezt a pénzt, ez egy nagyon-nagyon nagy összeg, és mi próbálkoztunk ki is televízióktól, különböző nagyvállalatoktól, de pont akkor vált az egész magyar filmgyártás egyablakossá, tehát azok a nagyon nagy állami cégek, akik addig finanszírozták ezt a 10%-ot, mindannyian azt mondták, hogy most már ezek a pénzek csak Andy Vajnán keresztül jöhetnek. És ezt a konfliktus nagyon nehéz volt feloldani, hogy mi hogy jutunk 10%-nyi finanszírozáshoz úgy, hogy külföldi partnerekhez nem mehetünk, mert arról le voltunk tiltva, azt mondta az Andy Vajna, hogy a 100%-ig magyar produkciónak kell lennie, viszont belföldön meg az egyablakos rendszer miatt nem jutottunk finanszírozáshoz. És akkor a Vajna kitalálta azt, hogy ő az üzlettársaival létrehoz egy ilyen film finanszírozó társaságot, amelyik megfinanszírozza ezt a maradék 10%-ot, cserébe az összes olyan jogokért, ami nekünk még az a kis maradék pici kis jogunk megmaradt, azt oda kell adni, és elsősorban ez a pici vállalat, vagy ez a vállalat, ez a 10%-os vállalat fogja az első nyereséget bezsebelni. Így biztos, hogy nyereségessé válik, mert egy 10%-nyi összeget azért még ez a magyar piac is meg tud mozgatni, de én meg nem értettem, hogy a filmalapnak a vezetője létrehoz egy magáncéget, és a saját általa menedzselt film alap elől veszi el a pénzt, mert ugye az állami támogatás már biztos nem jön, és ebben a konstrukcióban elvész, és én ebben két dolgot éreztem, az egyik, hogy ez még évekig el fog tartani, amíg ez a cég létrejön, és addigra már nagyon elfáradtunk, 2-3 éve, 4 éve dolgoztunk ezen a projekten, tehát azt éreztem, hogy még 2 évre van, hogy egyáltalán elkezdjük ezt a dolgot, és azt gondoltam, hogy ez egy olyan konstrukció, ami az egész magyar filmszakma ki kell, hogy kérjen magának. És akkor egyszer csak felálltam, borítottam az asztalt, és azt mondtam, hogy én ilyen bűnügyekben nem veszek részt.
És akkor ezen nagyon-nagyon megsértődött az Andy, és azt mondta, hogy volt egy rendezőnk, és utána jött még egy másfél év utójáték, ami kaszkadőr szakértőkről szólt meg ilyenekről, de a film alap összes munkatársa próbált minket összebékíteni. És arról szólt az a másfél év, hogy én kérjek bocsánatot, és az Andy bocsásson meg, és akkor esetleg el lehet indítani ezt a filmet újra. Hát persze kértem, mert azért annyi munkatárs volt ebben a filmben, annyi munkatársnak a munkája, pénze, lehetősége, ideje volt már benne, hogy azt éreztem, hogy oda kell menni, és azt kell mondani, hogy már elnézést. Kicsit úgy egyébként, mint Kóna Grüntől, tehát, hogy egy ilyen, és ezt nem is fogadta el az Andy. Tehát azt mondta, hogy ez nem őszinte. Gondoltam azt is, hogy ez egy másik kultúra, tehát az amerikai kultúrában, ha megnézzük ezeket a amerikai filmeket, akkor mindig úgy kérnek bocsánatot, hogy úgy csak a bocsánatkérésnek a megléte a fontos, lehet, hogy nem is gondolják ezt komolyan. Tehát, hogy ez az amerikai kultúra ezt követeli, ezt a bocsánatkérést. Tehát így én is bocsánatot kértem, de egyáltalán nem enyhült meg az Andy, és bebizonyította, hogy a film alapban ő az úr, és hiába jó a forgatókönyv, hiába vannak felkészült szakemberek, hiába próbálják a film alapban más döntéshozók is támogatni ezt a filmet, hatodik haszakad, ez a Toldi nem lesz. És ez a Nobu-ban dőlt el? Hol dőljön el máshol, persze. Azért közben rendeztél filmet, mindjárt lesz a mozikban. Mindjárt lesz a mozikban, utána is rendeztem egy filmet, ugye dél-koreai pénzből, és akkor nagy szakmai segítséggel nagyon sok a stúdiók, lámpacégek felajánlották a kapacitásukat, és akkor tudtunk dolgozni. És hát ebben a nagy veszekedésnek az lett az eredménye, hogy hátra küldtek engem a sorba, hogy álljak újra be a többiek mögé, és adjak be egy forgatókönyvet. Tehát, hogy nem egy nagy szakítás lett ebből, csak az volt, hogy akkor a Toldi nem. Beálltam a sorba, végigvártam a soromat. És ebből lett az új film, de végig állt sorban? Ebből lett az úr hangja, tulajdonképpen egy ilyen... Ami egy Lem írás alapján. Ez Stanislav Lem skifi adaptációja. De erre viszont szép összeget kaptál, nem? Vagy nem tudom, ez közel, most összem 600 milliót, de azt nem tudom, hogy az sok kevés. Az pont az jó egy filmben. Nem, az egy nagyon normális pénz. És most megbocsátóbb vagy, hogy azért rendezhetsz? Vagy hogy viszonyulsz ezt? Tehát egyszer nagyon összeeszel, nagyon összerúgtad a pont, hátra kerültél a sorban, de most mégis megcsinálhatod, amit szeretnél, akkor ilyenkor azért úgy helyükre kerülnek a dolgok, vagy nincs az a film, ami elfeletteti veled mondjuk a Toldi fiaskót? Hát biztos van, ami elfeletteti. Igazából ez a Toldiba az ember nekem azért volt nehéz, mert nagyon beleraktam magamat. Tehát ahhoz, hogy egy ekkora film úgy tényleg jól tudjon sikerülni, ahhoz az ember tényleg minden koncentrációját beleadja, mindenét rárakja, magánéletét, családját, munkáját, idejét, és hát hihetetlen sebességgel csapottam bele egy betonfalba. És így összetörve kellett újra kezdeni egy produkciót, és miközben én a Stanislav Lem adaptációt készítettem, egy ilyen kis szobába próbáltam az apát és a fiát így rendezni, akközben azt gondoltam, hogy nekem most a csatamezőn kéne állnom, és lovagokat harcba küldeni. Tehát ez végig ott volt ez a párhuzam? Ez sajnos ez végig ott volt a forgatás során, tehát ez egy ilyen tényleg egy ilyen hosszú gyógyulási folyamat volt, ami engem nagyon visszavetett. És most hol tartasz benne? A film. És hát remélem most így végre egyszer elmondtam, így gyógyulok. Na. De összetörve ez mit jelent? Tehát, hogy mennyire tud téged összetörni egy ilyen eset? Hát mondom, mivel mindenemet ráraktam, ezért nagyon. Tehát de hogy ez mit jelent, hogy akkor nincs kedved, egyáltalán otthon ülsz, bezárkózol, vagy csak egyszerűen dolgozik benned akárhol vagy? Ne, dolgozik az emberben akárhol is van. Tehát, hogy ezt például onnan tudom, ezt biztos tudják a pszichológusok, hogy sokáig utána nem álmodtam. Tehát, hogy le volt tiltva az álom. Márpedig egy filmkészítő nem álmodik, onnan nagyon nehéz ikletet hozni, vagy új ötletet előállítani. És mikor kezdtél álmodni? Hát úgy utána egy másfél-két évre már elkezdtem álmodni, és akkor onnantól kezdve úgy kezd az ember helyreállni. Tehát tényleg úgy kell elképzelni, mint egy ilyen balesetet. Ez a Toldi is egy Eli?
Nem, mert a filmkészítés az lehet, hogy egyeli, de ha az ember próbálja tényleg tartani a mértéket, meg nem megy ennyire bele, talán a mértékvesztés miatt egyeli, hogy így hangosan gondolkodjak róla. Tehát, hogyha úgy az ember tud, ugyanez volt a dohányzással, hogyha én tudtam volna 5 szálat szívni egy nap, akkor az égvilágon semmi bajom nem lett volna belőle. De az, hogy 5-öt akartam, de 25-öt szívtam, úgy már nem jó. És ilyen vagy a filmekkel is? Hogy 5-öt kéne beletenni, és 25-öt teszel? Azt a fene tudja, mindent bele kell rakni. Ha az ember filmre tette fel az életét, vagy alkotásra, vagy arra, hogy valami belső szükséglet miatt az embereket, akikkel együtt él, a kortársakkal kommunikáljon, és meglepetést készítsen nekik film, színház, vagy bármilyen alkotás formájában, valami ki személyre szabottat, amiben én is benne vagyok, meg az, akinek ajándékozom, akkor abban mindent bele kell tenni. Tehát az azt nem lehet félgőzzel csinálni, mert akkor az félgőzös lesz. De az, mi ez a azon? Minden? A minden időd, a minden gondolatod, a minden energiád, vagy annál még több? Minden koncentráció, igen. És ahogy és egy picit mindig annál többet csinálni, mint amit az ember tud. Tehát ez a picit túlfeszíteni a határokat. Olyan érdekes ez, hogy van ez a nagy generáció, ezek a most már középkorú filmes generáció, és hogy valahogy úgy alakult, hogy a párkapcsolatokban is társak a párkapcsolatban, és társak az alkotásban is. Hogy például itt van a Hajdú Szabi a Töröki és Orsival, ugye, aki minden filmjének a főszereplője, és egyébként forgatókönyvíró társa is, Mundrucó Kornél Weber Katával, ugyanez a helyzet, hogy forgatókönyveket írnak együtt, te is a feleségeddel, Rutkai Zsófival szintén forgatókönyveket írtok együtt. Olyan érdekes ez, hogy ez szükséges hozzá? Egy kívülálló egyszerűen pont ezt a szenvedélyt, ami a filmkészítés, ezt nem nagyon tudja megérteni. Tehát azért ez nem az a munka, ahova bemegyek reggel és délután végzem, és utána valami más csinálok, hanem éjjel-nappal jelen van, mindig az ember azt éli meg, hogy mi lesz a következő filmjébe, vagy milyen terve lesz. Reggel, ahogy fölkel, ugye az álmok, amikor az ember reggel fölkel, egész végig, egész nap, próbáltam én már kívülállóval ezt végigcsinálni, és nem, egyszerűen érthetetlen. Csak olyan ember értheti ezt meg, aki elfogadja, hogy a párja ezzel foglalkozik. Tehát ti otthon éjjel-nappal az aktuális filmről beszélgettek? Nem, ez nem úgy van, de bármikor előjöhet. Tehát, hogy a legváratlanabb helyzetben egyszer csak jöhet egy olyan, hogy te arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ez a motivum, vagy amikor egyszer csak összeáll, hogy na ebből lehetne egy nagyjátékfilm. 3-4 különálló dolog. És hogyha ha az ember ezt nem oszhatja meg valakivel, aki mellette van, akkor ez rögtön el is halhat, ez az ötlet. Tehát kényszerű dolog bevonni ebbe a párkapcsolatot és a magánéletet. És a gyerekeket? A gyerekeket is. Tényleg? Igen. Hogy? Hát például ebben ez a darab ugye gyerekekről szól, 13-14 éves kamaszokról, nekem pont van egy 13 éves kamasz fiam, nem tudom nem belerakni. Nem tudom az insulálás közben nem azt mondani, hogy és ekkor a Misi azt szokta csinálni, hogy, és akkor nekem sokkal könnyebb insulálni, vagy hazamegyek, és történt a próbán valami olyan, amit nem tudtunk megoldani, akkor elkezdem szegényt figyelni. hogy ő mit reagálna ebbe a helyzetbe. Sőt, már észrevettem magamon, hogy néha finoman provokálom is arra, hogy reagál egy olyan felvetésre, ami és ezt ők is tudják, tehát nem kihasználom őket, hanem együtt dolgozunk. Vagy bevittem őket a próbára, és az is nagyon jó, hogy ők voltak az elsők, akik a visszajelzéseket adták, hogy ez hogy mi... ez hogy működik egy ilyen generációnak? Igen. Akik az alkonyat, meg ezeket a... Hát én nem ismerem már annyira ezt a világot, de hogy azért ez a tizenéveseket megcélzó vámpíros regények világa, azért ez egy nagyon markáns réteg. Igen. Tehát hozzá vannak szokva. Igen, és azt néztük, hogy ők erre hogyan reagálnak és veszik-e, és hosszan elbeszélgettünk velük, hogy mit gondolnak erről az előadásról. Nagyon jókat mondtak, és utána még hozzá lehetett nyúlni az előadáshoz. Na mi az, ami a fiad ebben az előadásban, amit ő mondott, vagy ő csinált? Ja, ezeket azt mondtam, hogy beépülnek. Utólag? Hát ilyen konkrétan.
Nem, azt hittem, hogy van egy-egy mozdulat, vagy egy helyzet. Mondok egyet, tényleg a srácok eljátszották, hogy veszítenek, van egy videójáték benne, és eljátszották, hogy veszítenek benne. És mindig annyira laposan, vesztettem. Ott van a fiam, aki úgy dühöng, hogyha egy ilyen izőt elveszít, és akkor még meg is tudtam nekik mutatni, hogy ez milyen, vagy mondtam, hogy elő tudtam belőlük hívni, hogy milyen tombolás megy akkor, amikor már éppen megvan egy szint, a játékban, és azt elveszti az ember. És azon a nagy örjöngés van. Igen, és akkor nagy örjöngés az el, és működik is színházban. Még egyet szeretnék kérdezni erről a bizonyos osztályról, erről a bizonyos simó osztályról, erről a csapatról, hogy ti azért csináltatok együtt akciót is annó filmbemutatón, amikor lázadtatok a kormány által nagyon sokkal dotált. Azt hiszem a Hídember, ugye? Annak a vetítésén volt. Hát annak a vetítésén volt. Szórólapokat szórtatok, de egy ilyen rendes összeesküvés volt előtte, és szórólapokat szórtatok, hogy felhívjátok a figyelmet arra, hogy elbillent a támogatási rendszer, hogy gyakorlatilag csak kormányprojektek kapnak filmhez pénzt. Hát abban az évben csak az a két film kapott pénzt, és senki más. Na, csak azt akartam kérdezni, nem erről akartam beszélni, bár ez egy nagyon izgalmas történet, és tényleg ilyen kém történetekhez hasonló, de hogy csináltatok annyi mindent együtt, és annyira párhuzamosan zajlik a pályátok, és még az is közös, hogy mindenki színházban is, filmen is rendez, van egyik a másikra hat, vagy adott esetben ugyanaz történik színházban és filmen, de hogy a barátságotok megmaradt? Vagy az, hogy mindenki különböző stratégiákat alkalmaz a saját életében, mondjuk például ugye a Szabolcs, ő teljesen kivonult a finanszírozási rendszerből, teljesen magára maradva készítette el a legutóbbi filmjét, ugye az Ernél Láék Farkaséknál, a Kornél egészen más utat választ, ő éppen most Magyarországról kifelé vállal állást, de hogy ő például benne maradt a szisztémában, tehát hogy a filmalaphoz pályázik, sikeresen pályázik, abszolút első vonalas alkotó, hogy az, hogy ezek a különbségek megvannak, vagy itt van a Török Feri is, aki ugyanúgy sokáig ellenzékben volt, aztán ő is azért beállt a sorba, hogy ezek köztetek konfliktusokat szültek? Vagy megmaradt a barátság mindezek felett, és megértitek egymást, hogy mindenki más utakat választ, de hát a szenvedélye az mégiscsak az, hogy filmet készítsen. Filmet készíteni nagyon-nagyon magányos dolog, és elsősorban a finanszírozókkal való hadakozás, az, hogy az ember helyzetbe hozza magát, az egy nagyon nehéz dolog. Utána válik csak az hogy jó filmet készít, tehetséges, milyen állapotban van. Tehát, és mivel most mondom, egy ablakos a finanszírozás, és nem nagyon van szakmai ráhatás arra, hogy milyen filmek, vagy a szakma ráhatása nincsen arra, hogy milyen filmek készüljenek, vagy hogyan döntsenek el a finanszírozó döntnökök. Innentől kezdve mindenki egyéni stratégiával próbál. De ez a kérdés, hogy ti elfogadjátok egymás egyéni stratégiáját, vagy te kritikával illeted az X-et, az Y-t, érted? Tehát, hogy a barátság meg tud maradni, vagy egy ilyen ügy, hogy történik a magyar filmiparban egy nagy változás, ami egyébként sikeressé teszi, zárójel a Variety éppen most írta arra, hogy mennyire sikeres a magyar film, és hát Oscar-díjak, és Berlinálé, szóval annyiféle díj van, hogy egyszerűen nem is tagadható, és csodálatos filmek elkészültek, hogy mindez éket vett barátságok közé, vagy nem? Éket vett. Ja, igen, értettem a kérdést, éket vett, az tulajdonképpen atomraira van zúzva a magyar filmes szakma, erre akartam utalni a magányos és a finanszírozó dílekkel. Nem nagyon beszélget egymással most már senki, mi néha azért még összejövünk, így madzag, meg katapult film, amit így alapítottunk együtt a Simó osztály, Simó Sándor halála után, de például onnan most már ugye a producerünk Angelis Iván tavaly meghalt, úgyhogy amikor összejövünk, akkor próbálunk csak a cégről beszélni, és igazából kerüljük ezeket a kérdéseket, és inkább azzal mutatunk egymásnak tiszteletet, hogy meghagyjuk mindenkinek, hogy azt a stratégiát kövesse, amit szeretne. A szomorú, hogy nem nagyon tudunk egy frontba tömörülni, mint annó, mert már mindenkinek más érdekei vannak, más családja, vagy más családi háttere, nagyon nehéz most már egyetérteni. Aha. Ez a szomorú. Ez nagyon szomorú, igen.
Nem csak azért, mert a barátságok, hanem mert ez mindannyiunkra érvényes, hogyha kitágítom. Hát családod lesz, idősebb leszel, és egészen máshol van az inger küszöböd, és máshol vannak az eszközeid, hogy a saját igazodat kifejezd. És lehet, hogy egyszer csak eltűnnek ezek az eszközök, azért, mert felelős vagy másokért is. Nekem ez az igazán szó. Igen, és egyre többet bocsájtasz meg másoknak. Egyre, valahogy egyre megértőbb vagy, hogy ja, igaza van, akkor ne jöjjön el az ülésre. Ja, igaza van, akkor ne csatlakozzon. Az egy nagyon érdekes élmény volt, amikor még próbáltunk harcolni, mint filmszövetség, aminek végül is egy ilyen érdekérvényesítő szerepe kéne, hogy legyen a mai nap is, de ő se tudja, tehát ez nem csak a madzag, hanem én ezt most az egész szakmára mondom, ezt a szélziláltságot, szétesettséget, nincsenek találkozási pontok, hogy ennek a filmszövetségnek vezetősége még mindig a utolsó pillanatban velem együtt próbál tenni valamit, hogy ez ne így legyen, de tényleg magunk mögé néztünk, és azt láttuk, hogy mindenki egyéni dílekben darabokra hullott, és az a filmszakma, ami régen a filmtörvényt közös megegyezéssel, erővel, azonos célokért tudott küzdeni, és így össze tudott állni, az ma darabjaira van hullva, és a film alap bátran szemezgethet belőle, és dobhat ki embereket, vagy emelhet fel. Viszont van valami, ami pozitív mégis ebben a széthullásban, vagy ebben a magányban, vagy ebben a nem tudom, furcsa helyzetben, az, hogy mondjuk például létrejön egy színházi előadás, ami nem feltétlenül jött volna létre, hogyha neked folyamatosan van forgatókönyved és van filmed valószínűleg, és azért ez mindig az emberből új és új skilleket húz elő, vagy követel meg, vagy új és új gondolkodást. Ebben a darabban, például az Engedjbe című előadásban, ebben egy csomó filmes eszköz van. De a tér is lehetővé teszi ezeket a filmes eszközöket, de hogy nagyon sok van, vagy milyen izgalmas a helyszínválasztás, ugye egy pártét kezdve volt ez, ugye a Fehérházból, ami a Margit híd másik oldalán van, ide jártak át az emberek enni a rendszerváltás előtti érában. Szóval azért ezek meg nagyon izgalmas dolgok. Kár lenne, ha nem születnének meg. Persze, de várjál, mert ígértem, hogy visszatérek még a verekedésre, és azt tűnt föl még az előadásban, hogy most, hogy az erőszakról ennyi szó esik, mindenféle erőszakról a közbeszédben, hogy olyan látványosan időnként stilizált volt a bántás az előadásban. Úgy értem, amikor a tanár pofont ad a gyereknek, nem adja azt a pofont igazából, meglegyinti, de nem adja a pofont. És ezen gondolkodtam, hogy miért? A gyerekek egymással nagyon kegyetlenek, de a tanár velük csak stilizáltan kegyetlen. Hogy ezt miért csináltad? Ez nem szándék, néha elkapja a Simon, néha nem. Tehát ez ez előadásról előadásra változik. A gyerekek a próba folyamat során annyi pofont kaptak ebben a helyzetben, hogy most már ügyesen a Simon, Szabó Simon szeme villanásából látják, hogy mikor jön a következő. És kibújnak. Hát, persze olyanok, hogy kibújnak, és hogyha nem éri el, bár a Simonnak megvan mondva, hogy nyúljon utánuk, és kaszkadőr szakértővel végig van ez beszélve, hogy a tarkóra adja azt a pofont, akkor az úgy néz ki, mintha pofon lenne, csattan is, de egyáltalán nem fáj. Tehát, hogy ez így ki van találva, csak a akkor én is sikeres elhajlást láttam persze, ezek szerint. Persze, a srácok szeretnek elhajolni ezelőtt. És ezt az előadást például nem gondoltátok valahogy így tizenéveseknek direkten bemutatni, mert ugye ez egy nagyon furcsa szisztéma, hogy most előadjátok, hogy tömbösítve adjátok elő, tehát november elején indult, és december végéig tart. Érdemes megnézni, hogy mikor vannak előadások, nem minden nap, de nagyon sok napon a héten át. Ez egy ilyen projekt alapú színház, ami például Angliában azt hiszem, hogy ott nagyon jellemző, igen, hogy így adnak, hogy nem állandó a repertoáron van valami. De mi van utána? Vége? Ennyi utána volt? Utána vége. Tehát hogy el lehet menni vidékre, meg el lehet menni akár... Nem lehet. Hát hogy visszük oda a pártházét kezdét? A volt csak ott a lehet. Zsilipet. Igen, hát az erre a helyre van, erre a helyre találtuk ki. Tehát itt most van, december 31-e után ezt az épületet átépítik, zsinagóga lesz belőle, meg kulturális központ, addig lehetünk mi ott, addig béreltük, tehát aki most erről lemarad, az, de ha valami, akkor engem ez is vonzott ebben a színházban, ez a, hogy nem olyan, mint a film, hogy rögzítjük és megmarad. Pont ez a nehéz benne, hogy elmúlik. Igen. Tehát nem zavar, hanem éppen, hogy nem, izgalmas. Éppen, hogy. Tehát én pont, hogy a filmet itt arra használtam, hogy legyen egy bázisom, amiről el tudok mozdulni a színház felé.
de én nagyon el akartam mozdulni a színház felé. Én azt kerestem, hogy mik ezek a kifejezési formák. És ez iszonyatosan izgalmas volt, amit a Magács László kitalált, hogy csak 2 hónapig speciális helyen bevonzuk az embereket, és azt gondolom, hogy szerintem, hogy nekünk sikerült egy olyan előadást készítenünk, ami pont ezt a 14-25 év közötti fiatalokat, amit a Hollywood céloz meg egyébként a moziban, egy olyan előadást készíteni, ami nekik szól. Tényleg egy olyan problémá halmaz vett föl ez az egész előadás, amik egy osztályfőnöki órán tabu témák, és ez az előadás meg tudná ezt nyitni, és lehetne róla beszélni. Hát legyen így, meg hát lehessen remélem róla beszélni. Igen, talán akkor úgy kéne, hogy szervezni oda közös, vagy ilyen diákokat gyakorlatilag. Igen, de közben a tanárok meg eléggé tartanak attól, hogy ez előadás véres. Tehát, hogyha nagyon szemellenzős tanárként mondom, nézem ezt a dolgot, akkor tényleg van benne vér, meg van benne vámpír, és akkor ez olyan, mint az Indiana Jones-ba a csontváz, ami kiesik, és akkor nem mutatom meg a kamasz gyerekemnek, mert félni fog a csontvázon. De kell az a csontváz, ami kiesik ahhoz, hogy egy valódi kalandfilmet lehessen nézni. Hát szerintem azért itt a 10 éves égennél több vért is láttak és már. És szerintem is olyan tartalmakkal találkoznak, jó, de ha nem hozza el a tanár például a diákokat, akkor nem tudjuk. Ha a tanár tiltakozik, akkor nem tudjuk bevonni a jó, a én a végén csak annyit mondok, hogy sokakat elriaszt az, hogy ez horror, meg thriller, meg mit tudom. Szerintem egyáltalán nem olyan vész, tehát hogy nem ez a lényege, tehát nem egy Tarantino féle repülnek a végtagok, tehát hogy nem erről van szó. A Tarantino is vicces. Hát már akinek jó, de hogy szóval csak nem arról van szó, hogy ilyen liternyi vér elfolyik a színpadon, hanem ennél azért sokkal árnyaltabb a dolog. Jó, hát akkor sok sikert hozzá még december 31-ig, aztán az új filmedről, aminek leghamarabb tavasszal lesz a bemutatója, az Úrhangja, ugye? Igen. Arról pedig majd beszélni fogunk. Jó, és akkor még egyszer, tehát a Pártétkezdében, a Jászai Mari tértől nem messze, egy Zsilip nevű helyen lehet megnézni az előadást, és ezt tényleg azért hangsúlyozom ennyire, mert aki nem nézi meg december végéig, az már soha többet nem fogja tudni megnézni. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Pálfi Gyurival beszélgettem az elmúlt percekben. Ha visszanéznék ezt a műsort, megtehetik a YouTube-on, vagy a Facebookon keressenek engem. Jó éjszakát kívánok!